És sziasztok srácok! Ebben a mai videóban leginkább a Fortnite-okról és a Summer Challenge-ekről lesz szó, de itt a videó elején lesz egy-két érdekes dolog. Támogatni pedig tudtok a Super Creator kód beírásával, vagy a termékeim vásárlásával. Köszönöm a támogatást! Na lássuk azokat a gyors híreket! Még a tegnap este folyamán befutott egy vadonatúj PS bundle, amiben egy skint, illetve 2000 V-Bucks-ot szerezhetünk meg, ha veszünk egy vadonatúj PlayStation 4-et, vagy egy kontrollert, vagy egy fejhallgatót. A mai kis frissítésre nem sok minden jött, ugye megjött az Airstrike gránát, amihez nem volt még szerencsém, de majd kipróbálom, illetve a kőemberek változtak. Ugye már Season 7 óta mindig történik valami a kőpárossal, most ugye a gyerekük csatangol. A kis kőfiúcska csak egy virágot akart leszedni a perem széléről, de megcsusszant és éppen kapaszkodik és zuhanni akar lefelé. A kis kőkutyája ott van alatta, vajon el fogja kapni? A szülők meg aggodalmasan nézik gyerekük kapaszkodását. Vajon túléli? És most jöjjenek a legújabb Fortbyte-ok. A 18-as Fortbyte Mega Mall és Dusty Divot között van egy kis faházban. A 4-es Fortbyte loot lake fölött van, és karikákon kell átrepülni, hogy megkapjuk. És fontos, hogy a plazma kontrollt használjuk. A 83-as Fortbyte a kőpáros kertjében van. Ez a kis kert Lani Lodge fölött megtalálható. A 40-es Fortbyte a sivatagban található meg, az egyik hegyen, ahol a napóra is van. Fontos, hogy a demiskint hozzuk. A 37-es Fortbyte Pleasant Park titkos bunkerében található meg. És végül a ma megszerezhető Fortbyte Fatal Fieldsnél található meg a Fork Knife nevezetű ásatásnál. Na ezek lettek volna a Fortbyte-ok. Nézzük az összes Summer Challenge-et, hogy mit is kell csinálni, hogy megkapjuk ezt az aranyos banánturbixot. Az első challenge, táncoljunk különböző tengerparti bulikon, és ezt csináljuk meg 6-szor. Ezeket a partikat könnyen megtaláljátok, általában egy ilyen fagylaltozó kocsi van ott, és teli van Luffy-val. És itt is van egy gyors térkép, hogy megtaláljátok őket, és fontos, hogy különböző partikon bulizzatok, ugyanannál nem adja meg. És a második challenge, gondolom ezzel a hatalmas strandlabdával már mindenki találkozott. A második challenge az annyi, hogy háromszor lökjük meg vagy üssük el ezt a labdát. Annyi a kritériumja, hogy három különböző meccsen. Ez a hatalmas labda egyébként három helyen található meg, a blokk alatt, Dusty Divot mellett és Paradise fölött. A harmadik challenge-ben öljünk meg valakit a napi unvaultolt fegyverrel vagy egy drámgánnal. Csupán annyit akar, hogy minden nap visszatesznek egy olyan fegyvert a játékba, amit kivettek, vagy öljünk meg valakit drámgánnal. Szerintem ez Rumble-ben könnyen orvosolható.
A negyedik challenge-ben köszönni kell a buszsofőrnek és benne lenni a top 20-ban. Ez nagyon nem tudok mit hozzáfűzni. PC-n a B betűvel tudtok köszönni a buszsofőrnek, konzolon meg azzal a gombbal, amivel megnyitjátok a táncotokat, ugye azt a fogas kereket, amikor kiválasztjátok, hogy melyik imót menjen. Az ötödik challenge-ben parti lufikat kell kilőni 5-ször. Ezeket a lufikat ugyanott megtaláljátok, ahol a partik voltak az első challenge-ben. A hatodik napi challenge-ben unikornis úszógumikat kell felvenni a vízből. Ezeket az úszógumikat könnyen megtaláljátok, itt egy térkép hozzá. A hetedik napi challenge-ben vízi bombával kell megbombázni a játékosokat. Ez lehet ellenség vagy csapattárs is. A vízi bombázáshoz kell egy toj is, amit a hármas napi challenge-el tudtok feloldani. A nyolcadik napi challenge-ben meg kell látogatnunk jó néhány óriás napernyőt. A napernyőkhöz itt egy gyors térkép is. A kilencedik napi challenge-ben driftboarddal 250 000 pontot kell összetrükközni. Fontos, hogy a Neon Tropic Frap rajta legyen, különben nem adja meg. A tizedik napi challenge-ben tűzijátékokat kell fellőni az égbe. Fontos, hogy az adott meccsben az adott tűzijátékot csak egyszer lehet fellőni. Itt egy gyors térkép a tűzijátékokhoz. A tizenegyedik challenge-ben ezzel a bohócos játékkal kell játszani és 10 pontot kell szerezni. Ezeket a játékokat a tengerparti bulikon lehet megtalálni, ami az első challenge-ben volt. A 12-es challenge-ben egy meccs alatt látogassunk meg egy óriás gumikacsát és egy hatalmas napernyőt. A napernyőkkel már szerintem találkoztatok, a hatalmas gumikacsákat most jelenleg Loot League-ben találjátok meg, sőt, van már 2 is. És most elmondom nektek, srácok, hogy a gumikacsáknak nincs közük az eventnek, ezek csak a Summer Challenge-hez volt köze. A 13-as challenge-ben egy kis gumikacsát kell felvenni, ami egy fürdőkádban van. Ezt a kis gumikacsát Paradise alatt találjátok meg a sivatag szélén. Egy meccs alatt csak egy kacsát lehet felvenni. És végezetül az utolsó nyári challenge-ben grillsütőket kell szétverni a vadonatúj megszerzett csákányunkkal. Grillsütőket rengeteget találhattok a szigeten szerte szét, de szerintem Snoop Shorts-ban volt a legtöbb. És ha mindent jól csináltatok, akkor megkaptátok a Banán Turmix Backblinget. Remélem azért ezzel a kis videóval tudtam valamennyit segíteni, nem olyan nehezek ezek a challenge-ek, Rumble-ben mindegyik könnyen megcsinálható. Viszont én mára mentem, a héten még biztosan lesz videó. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, Ghost Rider voltam, hello, sziasztok!